Napirenden szerepelt az MNT 2014-es zárszámadásáról szóló határozat. A Magyar Nemzeti Tanács 2014-ben mintegy 540 millió dináros bevételt valósított meg. A kiadási oldalon 306 millió dinár szerepel. Ez azt jelenti, hogy az MNT több mint 230 millió dináros többletbevételt valósított meg 2014-ben. Ezt az összeget 2015-ben tervezik felhasználni. Az ülésen áttekintették az MNT 2014-ben megvalósult stratégiáiról szóló beszámolót. Az MNT elnöke elmondta, ezekre a stratégiákra építkeznek, de újabb stratégiák is létrejönnek majd. Nagyon rövid idő alatt kell kialakítanunk azt a koncepciót, ami alapján a terveinket akarjuk elkészíteni, amelyből stratégiák nőhetnek ki, de a legrövidebb idő belül ugye akcióterveket, cselekvési terveket kell kidolgoznunk. Az ülésen hosszas eszmecserét eredményezett a Nagykikinda község területén lévő utcák, terek név változtatása. Az ellenzéki Bacskulin István szerint nem arányos az ott élő magyarok és magyar utcanevek száma. Az MNT igyekszik a jövőben ezen változtatni. Azt gondolom, hogy azzal a kérdéssel is foglalkoznunk kell, hogy hány név, hány magyar történelmi személyiség, költő van, és a vajdaságban mennyien vannak, akikről utcaneveket, intézményeket lehet elnevezni, és ha mást nem teszünk, csak egy ilyen térképet elkészítünk az elkövetkező időszakban a javaslatainkkal, akkor már megnyitottuk a terepet a párbeszéd előtt. Vitától ez az ülés sem volt mentes. Az ellenzéki MNT tagok sok esetben találtak kivetnivalót. Azt kell látnunk, hogy az ülések izgalmassága, vitája biztosan, hogy sokaknak sokat jelent. Nekem sokkal fontosabb lenne az, hogy minden nap terepen járva az ember valamilyen új eredményt tudna fölmutatni. A végrehajtó bizottság több intézmény esetében is véleményezett. Egyebek mellett iskolák, a Szabadkai Gyermekszínház, az Újvidéki Színház, a Zombori Történelmi Levéltár és a Pancsolai Műemlékvédelmi Intézet vezetőjére, igazgatóbizottsági tagjainak elfogadására bólintottak rá a tanácstagok.